Sziasztok srácok, én Bána vagyok, és üdvözlök titeket egy újabb Jurassic World Alive videóban. A mai adásban a szokásunkhoz híven PvP-t fogunk megnézni, illetve nagyon király nyitásokat hoztam nektek. Sokkal többet a megszokottnál, írtátok, hogy erre is van igény, szóval most megmutatnék nektek két nagyon durva nyitást, aztán visszajövünk ide. Az első inkubátor, amit látni fogtok, nagyjából 1500 forintba került. Ez egy ilyen special offer volt, ha jól emlékszem. Volt benne majdnem 1000 Velociraptor DNS, ez egy teljes szint. Apatosaurusból volt néhány, ami nem nagyon kellett. Némi Euplocehalus, Irritatorből is pár, ez már ugye rare. Aztán 108 Dimetrodon, Purrusaurus, ez sem nagyon kellett, de ezt ekkor állnokoltam. És Epicből nézzük, volt benne Rajasaurusból 38, ezt azóta sem tudom, hogy jó dino-e vagy sem. És volt benne 48 darab Stigmolok. Ez azért nem rossz. Szóval a második inkubátor egy kicsit drágább volt, olyan 3000 forint körüli. Nézzük, hogy mit tartogat. 1200 cash, ez már önmagában több nagy inkubátort lehet venni. 33000 coin, nem tudom mikor fogom el használni, és 3568 offiakodon egyik legrosszabb dino. Semmi hibridje nincs, nem is érdekelt. Parasaurolophus, alright. Amargasaurus, hát jó, oké, kelleni fog majd elvileg. Utahraptornak örültem, de csak 175 rare DNS, és itt jönnek az epikek, 114 Pyroraptor. Ez állítólag nagyon király, csak hát ugye nincs meg a dino, és Erdikoszorosból is 98, összességében nem rossz, de azért ennyi pénzért egy kicsit többre számít az ember. Szóval láthatjátok, hogy annyival nem lett könnyebb az életem, úgyhogy fizettem valamennyit a játéknak. Minden esetre mindig benne van ugye ezekben a lootboxokban az esély, hogy valami nagyon jót kapunk, de általában nem, úgyhogy ilyen a szerencsejáték. Minden esetre nézzük meg, hogy a mai lootboxokban vagy inkubátorokban pontosan mikre ellenek, úgyhogy csapjuk is fel a játékot, bang! És nézzük, hogy az első 8 órás inkubátorban mi lakozik. Nekem mondom, hogy mi kéne, Velociraptor kéne, meg Triceratops nagyon kéne. Hó, Euplocehalus! Euplocehalus! Majdnem 300 DNS, nagyon 30 Triceratops, ez is tök király, hát gyerekek! Minden álmom teljesül, ez egy nagyon jó inku volt. Jöhet a második. Utcu neki. Hát ennél ilyen kezdéssel, gyerekek. Hát nem ronthatja már semmi se a kedvem. És meg lett a Velociraptor level 11, gyerekek. Akkorát fogunk csapatni, hogy szénné borulok. És nézzük az epiket, az pedig egy Rajasaurus. Na ezt még nem is unlockoltam. Úgyhogy a harmadik 8 órás inkút fogjuk nézni most. Mutatom nektek, hogy mi lakozik benne. Ez pedig nem lesz más, mint egy Allosaurus, hát ez nem kell annyira nekem egyelőre még, nem olyan szorongató. Purrusaurus, ezt lövi a játék ezzel, és nézzük az epiket. Ez is Rajasaurus, 8 darab. Jó, hát egyszer csak összejön, és nézzük a 12 órásat. Ezeket ugye egész hét alatt gyűjtöttem össze nektek. Nézzük a 12 órásban, majdnem 3000 dolcsi van, vagy majdnem azt mondom, hogy poké dollár. 1346 Apatosaurus. Miért pont Apatosaurus? Valamit az is kell kezdenem. Sukomimus 828, nézzük a rare-t. Megalosaurus 200, na ez nem volt meg, ezt most meg fogjuk majd ingyen nézni. És meg lett a Utahraptorhoz is kaptam 232, úgyhogy nincsen epic, de két tök jó rare-t kaptunk. Most át is megyek ide és hát gyorsan felpattintom a dinoimat. 1000-be kerül a Velociraptor Evolve. Nagyszerű, nézzük, hogy mit nőttünk. Olyan sokat nem nőttünk szerintem, ezt most pont le is maradtam róla, nagyszerű. Majd Elpocehalusznál nem fogunk lemaradni. Aha, 112 élet és 20 damage, semmi. Igazából lehet, hogy neki is inkább a hibridjére kéne várni, úgyhogy lehet, hogy több szintet nem fog neki lőni. Viszont a Utahraptoromat azt nagyon akarom növelni, mert ő nagyon erős. De gyakran van az, hogy másik Utahraptor ellen kell harcba szállnom, és akkor bizony lassabb, vagy hát alul maradok, mert nem vagyok elég magas szintű. És amit még meg akartam mutatni, az a Megalosaurus volt, ugye? Nézzük meg. Hát bontsuk már ki, ha itt vagy. Te kis csodabogár. Nem néz ki ez olyan rosszul. Oh yeah! Azt a micsoda színek! Hú, nézzük, hogy milyen típusú dino ez. Én olyan T-Rexnek nézem. Ajaj. Na azt hiszem, hogy lefagyott a játék. Szóval, Pinning Strike, Short Defense és Impact, hát ez a csalódás. És így Megalosaurusszal nem fogunk sokat csupálózni. Viszont akkor nézzük az első csatánkat. És akkor kezdjünk is, gyerekek!
Nézzük, hogy mit tartogat máma számunkra sors. Kezdjünk tankkal, az nagyon biztos. Velociraptor, hát ez gyönyörű. Kitaláltam, hogy az lesz. Én ugye, hát első múlva mindig kapjuk a Pounce-ot. Igazából három körkéhez kell kibírnom szerintem. Az viszont általában nehezen megy. Meglátjuk. Lehet, hogy kibírok három kört. Nem hiszem amúgy. Mert ugye egyben nem tudom még megölni. Aha, kritelt, hát akkor nem. Akkor meg fogja ölni... Bobikám! Mekkorát csaptunk? 800 damage? Hát lehet, hogy megérte ez a szintlépés. Itt a Utahraptor. Oké. Hát ez már nem fog jól menni. Critical Impact, ezt nem fogjuk kivészelni. De! Túlélte! Oh my god! Úristen, mekkorát szopizott ez a csávó? Hát ez nagyon nagy szopi. Jó, hát én nem váltok. De utána viszont Velociraptorral ki fogom belezni. Hát nem marad gyors dinód, more. Hát nem marad gyors dinód, more. Nézzük. Egyetlen egy csapás. A 11-es velocickányommal kimarom a szemét. Ez az. 1 és 4. És itt az Eupocehalusza. Őt viszont... Ez váltogatós. Átmegyek Stigmolokra. Impact. Oh my god. Nem vett le annyira sokat, mint hittem, hogy lefog. Ezt megpróbálom puhítani. Sok minden nem tudok csinálni ez ellen. Sajnos még egy kört kell várnom, mert tudok stunolni. Stunolom, és utána pedig elmegyek. Egy kört ki kell bírnom. Egy kört most ki kell bírnod. Ezt bír ki, és kibírta. Nagyszerű, gyerekek, olyan taktikám van, ezt mutatom, hogyha összejön a stun, akkor minden rendben. Ez egy priority stun, tehát legyorsulok vele bárkit. Instant charge. És összejött, és most pedig balra el. Szerbusz, tök mindenki jelen, az egyből nem tud megölni senkit, és utána meg úgyis kinyírom. Nézzük, Velociraptort kaptam, és túléltük, és a Pounce, és megy a Pounce. 3-1, bocsi, nem. Ó, még volt egy dino, elfelejtettem teljesen. Nem baj, ez így nekem pont jó amúgy, ez teljesen jó. Ugyanaz lesz a végeredmény. Hát hílelhetsz, öreg, ha akarsz, de nem lesz jobb. Ennyi. Beismerte a vereséget, úgyhogy az első meccs az megvan, lehoztuk. Velociraptor meg Stigmolok hatalmas volt. Úgyhogy gurulunk tovább, gyerekek. Nézzük akkor itt a következő tier 4-es csatánk. Egyébként köszönöm szépen az előző videóhoz érkezett javaslataitokat. Fontolóra vettem egy csomó mindent, és el is kezdtem dolgozni ez ügyben. De az ilyen hosszabb, jól megvágott videókra, amiket meg kell írnom a szövegét, azokra egy picit várnatok kell. És én ugye a hétköznapoknak a forgatagában, amikor este 8-ra érek haza, akkor nem marad agykapacitásom nagyon sok minden. Nézzék azt a holdat meg ott, nem tudom mennyire látjátok, ott fönn a számláló alatt. Tiszta pixeles ez a hold. Még hogy sajtban van a hold, pixelben van. Lehet, hogy ez egy AFK ellenfél, úgyhogy hogyha most strike-ot fog hozni, akkor skippelem ezt a csatát, és megmutatom nektek a következőt. Srácok, a meccs végére visszatért a csávó, az utolsó dinójának van még... De nem, van még egy dinója, bocsánat, de hát kettőt már kinyírtam. Hát esélyed az semmi, gyerek. Semmi. Nulla. Két ütés vagy. A tagomizerre se fogsz tudni leszedni. Semmi. 62 HP. Ojjaj, most mi lesz? Semmi nem lesz, mert átváltok Dimetrodonra és kiszemezlek. Felszedlek, mint a nagy az apró fát. Teljesen mindegy. Hát, necces volt, maradjunk annyiban. Nem tudtam, hogy lassabb vagyok egy Stegosaurusnál, de most már ezt is tudom. Dimetrodon egyébként az egyetlen olyan csapattag, akit csak azért hagyok benne, mert immun is, de nem tudom megindokolni mással. Szóval annyira nem kifejezetten szeretem. Megvan a második win is, de hát ez nem volt igazi fair, úgyhogy nézzük a következő ütközetet gyorsan. És itt a harmadik game, srácok! Defeat 3 creatures! Útjuk meg őket! Nekem nagyon bejött ez az Eupocé haluszos kezdés, úgyhogy haluzzunk előre. Tagomizer. Jó, hát nekem ez teljesen jó. Engem nem zavar, hogy lassabb vagyok, öreg. Ez az első ütés, ez mindig kínos, ez nagyon erős. De figyeljétek meg, mekkorát fogok rátenni az impact-tel. Ugye a Vulnerability Strike-ot nem tudom pontosan, hogy mit csinál, de az tudja, hogy utána én jóval nagyobbat sebzek, szerintem egy ilyen 25-50%-kal nagyobbat kap. Hát de armorban annyira nem számít, úgy látom.
Hát azért mégis tegyünk már oda. 376 seb. Az lesz a baj, hogyha lesz egy raptorja, mert akkor viszont... Viszont az gázos. Nekem most két ütés, ez nekem nem fog összejönni, ez úgy látom. Annyival lassabb vagyok. Most Stegomizerrel megöl. Hát ez van, gyerekek. Utána legyorsulom. Ti túlélted, Józsi? Nagyon jó vagy. Te vagy a legjobb. És most jön a Velociraptor. Annyira tudom. Annyira. Vagy Utahraptor. Ha máshoz, akkor szerencsém van. Hú, strike-ot fog hozni mindenképpen. Igazából az, hogy Velociraptor ellen semmi nem jó. 722 gyerekek. Ha kinyír egyből, akkor sírok. 11-es szintű. Semmi. Annyira rühellem. Nem tudom megmondani, mennyire rühellem. Mert nem tudsz ellen, összeszarod magad, se tudsz ellen mit csinálni. Ha nincsen armoros dinod, akkor GG. Vége. Gusztustalan, mennyire gyors. És akkor ez a dinom is meghal. Gyerünk már, játék! Beragadtam. Beragadtam. Haló. Na végre. És akkor most meghalok, és akkor most lesz egy esélyem beszívni még egy sebb, és ugyanúgy 1444, tök jó. Mi az? Eina szukussa. És utána örülhetek, mint majom a farkának. És cserél! Pont most cserél! Persze, hát meg ha tud pounce-olni majd a végén. Annyira gyökér vagyok, hát semmi esélyem. Ez egy epic dino, gyerek, egy 11-es Ankylosaurus. Úgyhogy mindjárt benyomja a defense-et. Oh my god, mekkorát odakritelt a gyermek. És akkor most jöhet a stun. És akkor GG. Mármint, hogy annyira nem GG. Ne, blokkolja a stunomat. Gyökér. Azt nem értem, hogy miért kell végignézni az animációt. Kapott egy stunt? Az mi az Isten? Ez csak késeltette a körét. Na nézzük! Nézzük, kibírjuk-e azt az Isten verte pounce-ot. Ezen múlik a meccs. Nézzük. Kibírtuk. És? 4 HP! Ne! Úristen, biztos, hogy szakad a csávó másik oldalon. Nem hiszed el. Na jó, GG, ez jó volt. 4 HP, szörnyű, gyerekek. Gusztustalan! Ezt fogom kitenni a rohadt thumbnailre, indexépre, hogy 4 HP-val túlélte ez a cickány. Francba. Na jó, egy utolsó meccsre még van időnk, úgyhogy megnézzük a negyedik összecsapást is. Még egy meccset megnézünk, gyerekek. Nem tetszik ez a befejezés, bár hát azért ez így rendben volt. Nagyon-nagyon egyenlőek voltunk a végén, és hát nem tudtunk mit csinálni egymással, de azért az ő Velociraptorját jókor hívta vissza, igazából azt kell mondjam, pont jókor hívta vissza, hál' Istennek nem kaptunk kritet, ebbe viszont most belecsapok még egyet, vagy ne csapjak bele, de muszáj. Muszáj sztrájkolnom, mert két sztrájkból meg fog halni, de most kapok egy impact, igen, tehát egy stunt, egyből megölt. Jó, ez gusztusos. Akkor viszont jut a raptor, és karmolj, öreg. Szedd szét. Hilálni fog? Lehet, hogy kibír egy... T-rex, megöli a T-rexét, gyerekek. Ezt figyeljétek. Két ütés. Tudom, hogy a T-rex két ütés. Húha. Nem olyan biztos ez. Kéne az a crit? Dobja be a játék, és bedobta. 2000 damage majdnem a kritikál. Ez nem is tudom, hogy dupla sebb? Nem tudom, nem vagy benne 100. Ajaj, ez mi ez? Ceratosaurus? Ennyi a szaurus, de rég láttalak téged. Ez mit tud csinálni? Egyből tud stunolni. Akkor viszont visszahívom. Utahraptor még jó lesz. Még jó lesz. A minimál stunból megkaptuk a stun, gyerekek. Ez csókolom. Ez gratulálok. End turn. Jó. Ez nagyon durván megsemmisítő. Most két körben nem tudunk csinálni semmit. De nem, ezt most túléltem. Nézzük, én be tudom ezt tanulni. És nem.
És maradt életem? Oh my god! Micsoda meccs ez is, gyerekek! Einiosaurus, valaki megtart egy Einiosaurus, mi a csodának? Mert hogy nem rossz azért, de... Hát az Einiosaurus az sokkal jobb. Nem azt mondom, hogy mérföldekkel, de nagyon-nagyon sokkal jobb. Kaprosukus, jó, hát valamit hadd lőjön el ránk. Valamit lő ránk. Jaj, jó, oké. Nem akartam cserélni, mert az szörnyűbb. És Pounce és Critical Impact, vagy mi a túró ez. Nem tudom, erre van-e valami válasza, de szerintem nincs. Strike-ol. Ajjaj, ez meg tud ölni egyből, mi? Nem ölt meg! Várj, viszont ezzel támadni tud? Nem, csak regenerálni tud. Akkor viszont buktad, Jóska. Nem, cserél. Így viszont nem bukta, de bukta. 3-5, mi az 5-78 életed van? Nyek! Hiába armoros a dinód, babám! Jut a raptor, az oda tesz. Kamatét is lezúztuk, és hamarosan megvan az 1800 pont. Hát jól éreztem magam, volt azért pár szerintem jó meccs, jó összecsapás. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, írjátok meg véleményeteket szokásos módon a kommentekben arról, hogy mit gondoltak, milyen adást szeretnétek látni. Tudom, hogy sokan szeretnétek, hogyha vadásznék. Na, az ilyen videót a legnehezebb megoldanom, ugyanis egyelőre nincsen olyan felvevőm, egyetlen telefonom van, amivel kint meg tudom oldani a szabadban, de dolgozom rajta, illetve gondolkozom azon, hogy hogyan tudnék egy ilyet összetenni egy ilyen videót, majd meglátjuk. Mindenesetre köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket, találkozunk egy következő videóban, addig is ne felejtek a legfontosabb dolgot, vigyétek a ceteket! Bocsi!